Önök a Pécs TV napi hírműsorát látják pont ma, március 28-án csütörtökön. Köszöntöm nézőinket! Az elmúlt 24 óra eseményeinek összefoglalója mellett megismerkedhetnek az örökségháza terveivel. A hamarosan már működő intézmény a pécsi világörökségi helyszínek megismertetését is célul tűzte ki. Nem csak az ide látogató turistákat, hanem a pécsieket is ellátják információkkal. További részleteket Sarkadi Esztertől tudhatnak meg, aki rövidesen stúdiónk vendége lesz. A hírek után egy újdonságról is beszámolunk. Megjelent a Karrier CD, amely az egyetemisták álláskereséséhez, pályakezdéséhez ad szinte nélkülözhetetlen fogóckodókat, tanácsokat. A témában vendégünk lesz Izsák Mónika a Pécsi Tudományegyetemről. Bizonyára mindenki örömmel látta, hogy egyre több virág bontja szirmait a város közterületein is. Az idei virágosítási tervekről és aktuális parkgondozási kérdésekről is beszélgetünk a PVVRT parkgondozási csoport vezetőjével. Ezt kínáljuk Önöknek pont ma, tartsanak velünk. S ha kérdésük, észrevételük van, hívják a képernyőn látható telefonszámainkat, de SMS-ben is fordulhatnak hozzánk. Ha pedig további részletekre kíváncsiak, az interneten is megtalálnak bennünket a www.mecsekportál.hu címen, kattintsanak a Pécs TV oldalaira. A város marketing feladatait hivatott ellátni az a központ, melyet az Örökségháza elnevezéssel illettek. A koordináló munkát végző intézmény olyan átfogó szerepkört vállal, mely az oktatástól egészen a turisztikai pontok infrastruktúrájának rendezéséig terjed. A még kialakítás alatt álló épületben már folyik a munka, hiszen előkészületi stádiumban van Pécs Örökség Marketing programjának kidolgozása, amely gyakorlatilag itt történik majd. A város felügyelete alá tartozó intézmény komplex feladatot lát majd el. A rendezvények szervezése, a turisztikai pontok összefogása, valamint az egységes város marketing kidolgozása ide tartozik. Ezt a stratégiát három témaköré kell felépítenünk. Egyrészt tudjuk jól, hogy a termékfejlesztéstől nem szakadhat el a marketing, tehát a helyszínek rendbehozatal, a rekonstrukció együtt kell, hogy járjon a bemutatás látatással, akkor adhatunk csak reális képet. A város marketingnek a vezérfonala a Pécs 2000 éves kultúrájú városnak kell lennie, és ehhez nagyon jó alapot ad nekünk a világörökségi értékek jelenlét és a világörökségi rang. És nem utolsó sorban a harmadik vezérfonalként kiemelném, nagyon fontos, hogy ezt az értéket, a 2000 éves kultúrát be kell tudnunk mutatni, láthatóvá, megfoghatóvá kell tenni, és ennek szintén a marketing egyik legjobb eszköze. Lehet, hogy közelebb vigyük az emberekhez ezt az értéket, ami körülvesz minket, amiben élünk. Az Örökségház munkacsoportja foglalkozik Pécs történelmi értékei, a világörökséghez tartozó leletek közötti infrastruktúra kialakításával is. Ebben a közlekedéstől kezdve a közterületi felújítások, a közterületi fenntartások, valamint pedig az egyéb szolgáltató infrastruktúra az, ami ennek része. Ugye a parkolással, az utakkal, a zöld területtel intenzíven foglalkozni kell, és reméljük, hogy ez idén már komoly mértékben meg is fog látszani. Hát, hogyha csak egy ilyen kis részt kiemelek, hogy a sétatérre, vagyis a Szent István térre olyan virágosítási tervek készültek, amik eddig még soha, aztán, hogy az utcabútorok fejlesztése tovább folytatódik, szóval ezek mind úgy érzem, hogy érzékelhető komoly változásokat és javulásokat fognak jelenteni a térségben. A pont ma vendége Sarkadi Eszter idegenforgalmi referens, sok szeretettel köszöntöm. Nem kis feladat volt megszerezni Pécs városának a világörökség címet, de már akkor tudtuk, amikor átvettük ezt a diplomát, hogy az igazi munka még csak most kezdődik, hiszen a lehetőséggel élni is kell. Gyakorlatilag azóta elindult a munka? Így van, ezt mindenhol hangsúlyozzuk, magam is és munkatársaim is, hogy a világörökségi cím elnyerése az egy rendkívül nagy dolog, de utána meg is kell felelni azoknak az elvárásoknak. Mi abban tudunk segíteni ebben a városban, hogy ezt a világörökségi címet, ezt a turistaforgalom növelésére, a gyerekek történeti identitástudat növelésére használjuk, illetve hogy a lakosságot is megtanítsuk arra, rávezessük arra, hogy milyen nagyszerű körülmények között, milyen környezetben, milyen történeti környezetben, 2000 éves történelmi múlttal rendelkező környezetben élnek.
Nyilván ezt a célt csak fokozatosan lehet elérni, most az előkészítő fázis mely szakaszában tartanak. Így van, ez a munka megindult. A Pécsi önkormányzat keretén belül évek óta foglalkozunk turisztikai marketinggel és városmarketinggel, azonban most először alakult meg úgy egy munkacsoport, és ezt hangsúlyozom, ez az örökségház, ez még nem intézmény, nem önálló szervezet, hanem ez az önkormányzati hivatalhoz tartozó munkacsoport. Csak itt most négy munkatársnak elsődrendűen az a feladata, hogy a világörökségi értékeket, emlékeket, és ennek kapcsán a történelmi belváros valamennyi emlékét, ennek a marketingét szervezze. És ez a ház még egyelőre nem is nyitott, pedig gyönyörű a környezet, biztos szívesen sétálnának, látogatnának el oda pécsiek is és turisták is. Így van, a ház még miután néhány nappal ezelőtt költöztünk be, és szinte még félkész állapotok vannak, nem nyitott, de a hosszú távú tervek azt tartalmazzák, hogy ez a ház egy nyitott vendégfogadó központtá válik, és a hozzá tartozó terület, park, az pedig egy nyitott közparkká válik. A mi feladatunk pillanatnyilag ebben a házban, hogy kidolgozzuk a város örökségi értékeinek propagandáját, marketingét, mint ahogy most látni a képernyőn, kiadványokat készítünk, kialakítottuk ennek a világörökségi emlékekre koncentráló emlékegyüttesnek az arculatát, a kiadványok mellett az ide érkező vendégeknek és az itt élő lakosoknak az információval való ellátására törekszünk. Táblákat már láthatta a lakosság, hogy felállításra kerültek, turisztikai információs táblák, és lesznek a műemlékek mellett leíró táblák, és különböző akcióink is a jövőben. Ahogy ön is említi, mindkét terület egyaránt fontos, tehát nem csak a turistákat információkkal ellátni, hanem a helybélieket is, mert sokszor az a gyakorlat, hogy éppen azok, akik itt élnek, azok nincsenek tisztában azzal, hogy micsoda értékek birtokában vagyunk. Mi a stratégia erre vonatkozóan? Ez önmagában is fontos, hogy az itt élők ismerjék a környezetüket és értékeljék is, és ha értékelik, akkor védjék is és óvják együtt velünk. De a lakosok azért is fontos szereplői lehetnek ennek a programnak, amit mi lakossági pedagógiai programnak nevezünk, mert hiszen az ide érkező turistákat, akik lépten nyomon a helyi lakosokkal találkoznak, a lakosok tudják még kellemesebb itt tartózkodást, körülményeit biztosítani azzal, hogy megfelelően tudják tájékoztatni őket, hogy nyitottak a turistaforgalomra, hogy a turistákkal együtt élik ezt a várost. És ugyanilyen fontos a számunkra a lakos azért is, mert a lakosoknak is fontos, és sokkal komolyabb érték, ítéletük van a városról, hogyha itt élőként látják, hogy mások is, a turisták is mennyire értékelik az itteni emlékeket. És ennek a szemléletnek a kialakítását nyilván már gyerekkorban el kell kezdeni. Gondoltak-e a gyerekekre? Pontosan, abban a munkacsoportban a munkamegosztás is olyan, egyik kollégám foglalkozik a ifjúsággal, a pedagógiai iskolai programmal, másik kollégám a lakossággal, civil szervezetekkel, mint a riportból is kiderült, egy kollégám a városfejlesztési, működtetési, a környezet működtetési gondjaival, és én pedig a turista promócióval. A iskolákkal nagyon komoly terveink vannak, elsősorban most általános iskolákkal. Ez a program már elindult ősszel, a világörökségi diploma átadást megelőzően meghirdettük, hogy minden pécsi iskolás jusson el legalább egyszer az ókeresztény emlékekbe. Nagyon nagy volt az érdeklődés, iskolák csapatostól jöttek. Most szeretnénk ezt kibővíteni, és minden baranyai általános iskolásra kiterjeszteni, hogy meglátogathassa az emlékeket. Ehhez az önkormányzat biztosítja a nyitvatartást és az anyagi fedezetet és az idegenvezetéshez. Van egy olyan elképzelés is, hogy talán már ősztől, ha nem egy kicsit később, az általános iskolai pedagógiai oktatár pedagógiai foglalkozásokba és tanterbe bekerül tantárgyként, vagy tantárgyi rész témaként a világörökségi emlékek ismerete, illetve a pécsi turisztikai fontos műemlékek ismerete is. Van már arra terv, hogy mikor lesz nyitott a ház, tehát mikor kopoghatnak be akár helybeliek, akár turisták önökhöz? Időpontot most még nehezen tudnánk mondani. Az biztos, hogy az iskolai foglalkozások számára a ház már tavasszal megnyílik, tehát az elképzeléseink szerint az iskolai csoportokat ott fogadjuk, az idegenvezetők ott tartanak a ház udvarán, remélhetőleg addigra már kialakított parkrészben egy tájékoztatást, és onnan indulnak el, hiszen a szomszédságunkban vannak az ókeresztény emlékek, és a Múzeum utca, és a fontos műemlékek, onnan indulnak el egy körsétára.
azt is tudja a ház vállalni, hogy információt ad mindazoknak, akár lakosoknak, akár iskoláknak, akik a világörökséggel kapcsolatosan információkat, történeti tájékoztatást kérnek, tőlünk kaphatnak. Turista forgalomra még várhatóan rövid időn belül nem lesz kész a ház, olyannyira felszerelten, hogy vendéget is tud fogadni és tájékoztatni, ahogy ez a későbbiekben az elképzelésünk. És az egész dolog eszmeiségével kapcsolatban azért említsük meg Újvári Jenő alpolgármester úr nevét, aki nagyon sokat tett azért, hogy ez a dolog most itt tarthat. Így van, Újvári úr gazdája, hogy úgy mondjam, volt a világörökségi pályázatnak is, és ennek a programnak. Hozzá kell azért tennem, hogy Kerényi alpolgármester úrral együtt, aki a turizmus szakfelelőse az önkormányzatnál, mind a ketten nagyon sokat segítettek és támogattak bennünket abban, hogy ez a idegenforgalmi és városmarketing munkacsoport így a mai viszonyok között tudja a munkáját végezni. Én köszönöm szépen, és sok sikert kívánok mindehhez. És most egy rendőrségi felhívás. 2001. augusztusában ismeretlen tettes eltulajdonította a Rákóczi út 73/A szám alatt található Szópiáne söröző 7 darab színes ólomüveg ablakát mintegy 2.100.000 forint értékben. Az ügyben a pécsi rendőrkapitányság lopás büntet alapos gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. A rendőrség az állampolgárok segítségét kéri abban, hogy aki a képeken szereplő tárgyakat felismerni véli, az jelezze a 72-es körzet 504-462-es telefonszám a 1554-es melléken Nagy Balázs rendőrhadnagynál, vagy a 107-es segélyhívón. Ülésezett a pécsi közgyűlés. Dolgozói fórumot tartottak a MÁV-nál. A Pogányi reptér fejlesztésének kérdése is szerepelt a Baranya megyei területfejlesztési tanács mai rendkívüli ülésén. A gyors címszavak után következzenek részletes híreink az elmúlt 24 óra eseményeivel. Az önkormányzat közgyűlése a Városháza dísztermében tartotta a március havi utolsó ülését, amelyen a városatyák csaknem 40 napi rendi pontot tárgyaltak meg. Elsőként a szociális szolgáltatásokról, illetve a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásról szóló önkormányzati rendeletet fogadta el a testület, amely határozott a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak átlagosan 8-10%-os emeléséről. A testület a folyékony hulladék elszállításának díját 8,5%-kal emelte meg. Döntés született emellett a pécsi tömegközlekedési RT alaptőkéjének emeléséről is. A határozat értelmében a társaság alaptőkéje 502-ről 702 millió forintra emelkedett. A Pogányi repülőtér fejlesztéssel kapcsolatban a képviselők döntöttek a második fejlesztési ütem megvalósításához szükséges további intézkedésekről. A közgyűlés elfogadta az ipari parkban létesítendő vámcentrum előkészítését tartalmazó előterjesztést, és döntött a közvilágítási hálózat bővítéséről, illetve az idei közcélú foglalkoztatás biztosításáról. A májusi magyar-horvát barátságos válogatott labdarúgó mérkőzés miatt az Újmecsekaljai stadionban szükséges felújításokhoz rövid vita után járult hozzá a testület. A városatyák munkájukat zárt ülésen fejezték be. Március 28-án csütörtökön jogi ügyrendi bizottsági ülés volt a Városházán. Mint Kablár János elnök elmondta, napirenden szerepelt az évrendőre cím javaslata, amit később a közgyűlés hagyott jóvá. Ezen kívül egyedi kérelmeket tárgyaltak, mégpedig olyan civil szervezetekét, amelyek pályázati pénzt kaptak bizonyos célokra, melyeket azonban nem tudnak teljesíteni, ezért szeretnék, ha a kapott összeget másra is felhasználhatnák. Egyre erősödik a hajrá az áprilisi választásokkal kapcsolatban, és ez nem csupán az induló pártokra vonatkozik, de a választási irodákban folyó munkára és a választópolgárokra is. A múlt héten elkészültek a területi listák, ahogy a választások közelednek, úgy nő azonban azoknak a száma, akik igazolásért fordulnak az irodához, hogy szavazatukat ne lakóhelyükön, hanem más településen adhassák le. Az állami nyomdában már készülnek a szavazólapok, melyek a jövő hét folyamán érkeznek megrendeltetési helyükre. Ezeket zárt, úgynevezett központi szállító dobozban hozzák Budapestről, először a területi választási irodákba. Innen osztják aztán tovább a választókerületi, majd a helyi irodákba.
A területi választási irodák egyébként április 6-án délután 4 óráig dolgoznak, akkor közjegyző zárja majd le a névjegyzékeket. A Baranya megyei területfejlesztési tanács március 28-ai ülésén határozatban hozzájárult, hogy a Pécs-Pogányi repülőtér engedélyezési és kiviteli tervének elkészítéséhez korábban elkülönített összeg felhasználásra kerülhessen. A testület által odaítélt 200 millió forintból most 10 millió forintot erre a célra fordíthatnak. Az ülésen a munkaszervezet irányításával kapcsolatban személyi változásokról is döntés született. Kakas Sándor kezdeményezte titkárság vezetői megbízatásának március 31-i hatállyal történő megszüntetését. Ezt a testület elfogadta, ezzel egyidejűleg titkárság vezetővé nevezte ki Nagy Anna Máriát, aki 1999. november 1-től titkárság vezető helyettesként dolgozott. Dr. Kékes Ferenc elnök a titkárság vezető helyettesi feladatok ellátásával Antal Attillát bízta meg, aki korábban a testület projektmenedzsereként tevékenykedett. Március 26-a és 28-a között országszerte fórumokon találkoznak a MÁV vezetői a dolgozókkal. Ezeken a fórumokon a fő témák a vasút átalakítása, a MÁV felkészülése a külföldi vasutak előtt is megnyíló pályákon való versenyre, a vasúti szolgáltatások finanszírozása és a dolgozók helyzete. A pécsi találkozóra csütörtökön délelőtt került sor. A jelenlevők először a MÁV-RT híradóját tekintették meg, majd dr. Bajnai Gábor vezérigazgató helyettes az idén 156 éves vállalat feladatairól, tavalyi eredményeiről beszélt. A MÁV 2001-ben a tervezetnél több utast szállított. A vártnál nagyobb arányban nőtt az utaskilométer teljesítmény, és ennek megfelelően a bevétel is. A forint árfolyam változása, illetve a szállítási távolság némi csökkenése kedvezőtlenül hatott az árufuvaroszási bevételekre. Azonban az erőfeszítéseket mutatja, hogy a nemzetgazdaság egészének áruszállítási teljesítményében szinte maradt a vasút részaránya. Mint elhangzott, megkezdődött a fejlesztési források áramlása a MÁV-hoz. Tavaly a vasút működését mintegy 75 milliárd forinttal, a beruházásokat 23,1 milliárd forinttal támogatta az állam. Mindezeken túl az állam átvállalta a már befejezett beruházások 63,7 milliárd forintos tőketartozását és azok járulékos kötelezettségeit, amelyek kedvező hatásával szintén az idén számolhat a cég. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara oktatási osztálya szervezésében a vezetési elméleti képzés februártól Pécset is elérhető. Mint Zánkai András tréner elmondta, a lehetőség elsősorban a kamara partnerei számára adott. Így a résztvevők között az egyéni vállalkozók épp úgy megtalálhatók, mint az állami cégek vezetői. A tréningeket gazdasági és kommunikációs szakemberek tartják minden hónap utolsó csütörtökén. A témák közt szerepel például a hatékony kommunikáció a vezetésben, a probléma megoldás, a médiával tartott kapcsolat gyakorlata. A vezetőképzés után érdeklődőknek eddig tréningekre a fővárosba kellett utazniuk, ami több időt és költséget jelentett, ezért is hasznos, hogy mindez most már Pécset is elérhető. A Magyar Igazság és Élet pártja baranyai képviselőjelöltjei az ifjúsági házba hívták össze a párt programja célkitűzései után érdeklődőket. A rendezvényen részt vett dr. Lentner Csaba, a párt országgyűlési képviselője is, aki az ország gazdasági helyzetéről tartott előadást. Távol maradt azonban dr. Deák Péter, a párt baranyai elnöke, ő ugyanis Budapesten éppen a rendezvény időpontjában adott élő interjút az egyik TV csatornának. Mint harmadik legerősebb politikai pártnak alapvető törekvésünk, hogy a liberális baloldalnak a kormányhoz való visszakerülését megakadályozzuk. Egy nemzeti kormányzásra készülünk a magukat tisztességesnek valló keresztény politikai pártokkal közösen. Alapvető törekvésünk, hogy az államadóságot átütemezzük, a számunkra előnytelen privatizációs helyzetet felülvizsgáljuk, a magyar termelőket juttassuk tulajdonoshoz, és a nemzetközi nagyváltóknak egy fokozatos, de arányos, közös teherviselését megvalósítsuk.
A Jankovics és erőműtelep lakói a Pécsi Tömegközlekedési Részvénytársaság képviselőivel találkozhattak azon a lakossági fórumon, amit szerdán tartottak a Gerle utcában. Sík László Lajos, a terület önkormányzati képviselője elmondta, hogy a lakosság a buszközlekedés módosítását kéri az illetékesektől. A legnagyobb probléma az, hogy a Kisbalokány, a Basamalom és a Légszeszgyár utcák alsó szakaszán, valamint a Jankovics telepen nem közlekednek a helyi járatok. A távlati fejlesztéseken kívül a lakók kérik a már meglévő buszjáratok időszaki sűrítését is, valamint azt, hogy a területről átszállás nélkül is el lehessen jutni a főpályaudvarig. A Pécsi Tömegközlekedési Részvénytársaság munkatársai megígérték, hogy mérlegelik a problémát, és a lehető legmegfelelőbb megoldáson gondolkodnak. Sík László Lajos a legfontosabb célnak azt tartja, hogy a Pécsi Tömegközlekedési Részvénytársaság a lakosság igénye szerint módosítsa menet. Rendjét. A Fenyves Hotelben tartotta legutóbbi találkozóját az Idegenforgalmi Klub. A Kamara által szervezett klub rendezvényen a világörökségről, annak pécsi vonatkozásairól és lehetőségeiről tájékoztatták a megjelenteket. Sarkadi Eszter, a város önkormányzata örökségi munkacsoportjának idegenforgalmi és Mészáros Bernadett város marketing referensei. A meghívottak között voltak még a Dél-Dunántúli regionális marketing igazgatóság munkatársai is. A találkozón résztvevők megismerkedhettek az örökségi munkacsoport tevékenységével és a Dél-Dunántúli Gazdaság című lap májusi mellékletével is, melynek kiemelt témái az idegenforgalom és az egészséges életmód lesznek. Megkezdődtek a tavaszi munkák a Malomvölgyben. A Malomvölgyi Egyestó keleti oldalán intenzív bozótirtás folyik. Ugyanitt mintegy 2000-2500 új csemete, amerikai kőr is, ostorfa, májusfa, diófa, korai juhar és szivarfa kerül kiültetésre, részben az előregedett, kiszáradt fák pótlására, részben pedig az állomány frissítésére. Folyamatos az illegális szemétlerakók felszámolása a Pápai út területén, valamint a Kénes út bal oldalán. A tavaszi lomb összegyűjtése lassan befejeződik a focipálya és a tűzrakó környékén, valamint a büféhez vezető Kőrisligetben is. A Pécsi Tudományegyetem felnőtt képzés és emberi erőforrás fejlesztési intézetének ingyenes, bárki számára nyitott egyetemi filmklubja már harmadik fél éve, hogy magyar filmeket mutat be, és azok alkotóit hívja meg egy-egy beszélgetésre. Tar Béla filmrendező pont 10 éve, hogy utoljára vett részt hasonló beszélgetésen, éppen ezért ígérkezett izgalmasnak a Pécsi harmadik színházban bemutatásra került Werkmeister Harmóniák című filmjének bemutatója, mely a tavalyi, a 32. Magyar Filmszemle nagy díját és a Magyar Filmkritikusok díját is megkapta, és amelyet a New Yorki Village Voice filmkritikusai a 2001. év filmtermése alapján a 11. legjobb filmnek szavazott meg, míg Tar Bélát a harmadik legjobb filmrendezőnek találták. A vetítés vendége volt a film zeneszerzője Víg Mihály is. A beszélgetés szakmai irányítását Bodó László, Agárdi Péter és Tarnai László egyetemi oktatók segítették. A filmklub további mozik vetítését tervezi. Legközelebb április 10-én az Üvegtigris kerül bemutatásra, a meghívott vendég pedig Rudolf Péter lesz. Harmadik éve minden évben egyszer ütőhangszerektől döngenek a Liszt Ferenc hangversenyterem falai. A Dobszerda elnevezésű rendezvény a Pécsi Tudományegyetem zenetanárképző intézetének szervezésében jött létre. A hagyományokhoz híven a szervezők ütőhangszeres kamaracsoportjai, a Pécsi Liszt Ferenc Zeneiskola Mamba ütőegyüttese és egy vendégegyüttes lépett fel. Idén a Győri Széchenyi István Egyetem zenetanárképző intézetének kamaracsoportja. Új fellépőnek számított a Pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának Orf együttese. A hangverseny repertoárján a klasszikusoktól a legkönnyedebb darabokig a leghihetetlenebb ütőhangszerek szólaltak meg. Az est megemlékezett Bartók Béla születésének 120. évfordulójáról. Bemutatásra került Cage Amores című darabja, és bőségesen akadt helye a humornak is.
A Quattro Mobili kiállítóterem és galéria ad otthont Békés Lajosné tojás író kiállításának, melyet szerdán nyitottak meg. A megnyitón az egyik unoka tojás író bemutatóval is meglepte a megjelenteket. A hagyományos népi technikákkal megírt tojásokból álló tárlatban szerepeltek népi hímzések is. Békés Lajosné 1966 óta vesz részt megyei és országos díszítő művészeti kiállításokon. Több első, második és harmadik helyezés is bizonyítja tudását, mint ahogyan az is, hogy 1981-ben megkapta a népi iparművész címet is. Rengeteg szakkört és kiállítást szervezett Pécs-Szabolcson, Istvánaknán, valamint Messesen és motívumok gyűjtésével is foglalkozott. Munkáiban nem csupán a magyar, de a horvát, bosnyák és német minták is megjelennek. Nem elég sikeresen elvégezni az egyetemet, helyt kell állni az álláskeresés frontján is, és bizony ezt is tanulni kell. A fiataloknak meg kell ismerniük a munkaerőpiaci lehetőségeket, fel kell készülniük az első interjúra, a sikeres pályázatokra. Ebben segít az a Karrier CD, mely a Szegedi Állásbörzén debütált, és ma már a végzős egyetemisták is kézbe vehetik. Hogy mit tud ez a kiadvány, erről kérdezem a pontma vendégét, a Pécsi Tudományegyetem Hallgatói Szolgáltató Irodája Karrier Centrumának munkatársát, Izsák Mónikát. Szeretettel köszöntelek. Három egyetem összefogásából született meg ez a CD, de honnan jött az ötlet? A Debreceni Tudományegyetem hallgatói szolgáltató irodája fejéből pattant ki ez az ötlet végül is, és egy régóta tartó együttműködés keretében a Debreceni, a Szegedi és a Pécsi Tudományegyetem hozta létre a CD-t. Egy hiányt akartunk ezzel pótolni, abban próbáltuk meg a hallgatókat segíteni, hogy amikor kikerülnek a munkaerőpiacra, akkor tudják, hogy hogyan kell megírniuk egy önéletrajzot, hogyan kezdjenek egyáltalán az álláskereséshez. És néhány villanás abból, hogyha valaki rákattint erre a CD-re és megnézegeti, hogy mi van benne, mi a tartalma, hogyan épül fel? A Karrier CD-nek három fő pillére van. Az egyik az a karrier tervezés, a másik az álláskeresés maga, és a harmadik pedig, amikor már megtaláltuk a számunkra esetleg megfelelő állást, hogyan menjünk el egy első interjúra, milyen típusú kiválasztási technikákkal találkozhatunk ezeken az interjúkon, illetve ezen felül, hogyha mégsem sikerül az állást megkapnunk, akkor az egyetem után milyen posztgraduális képzések állnak rendelkezésünkre. Talán nem is csak a végzős hallgatóknak szolgál ez jó például, jó mintául, hiszen azért ezt már előbb meg kell kezdeni, nem elég az utolsó pillanatban azon gondolkodni, hogy akkor mi is leszek. Így van, én azt gondolom, hogy nem csak a végzősöknek, hanem a felsőbbéves hallgatóknak is nagyon fontos ez a Karrier CD, és a már diplomázott hallgatóknak is, sőt azoknak is hasznos lehet, akik nem felsőoktatási intézménybe járnak, de állást keresnek. Hogy fogadták a fiatalok ezt a CD-t? A CD Szegeden és Debrecenben az összegyetemi állásbörzén debütált. Pécsen ebben a fél évben nem volt összegyetemi állásbörze, ezért egy sokkal nehezebb, tehát sokkal nehezebb úton jutottak el a hallgatókhoz ezek a CD-k, egyelőre pozitív a fogadtatása. Mit jelent ez a bűvös szó, hogy karrier tervezés? Hát karrier tervezni, tehát én azt gondolom, hogy itt leginkább arról van szó, hogy nem elég egy iskolát elvégezni, egy diplomát letenni. Az embernek tudnia kell azt, hogy mit szeretne csinálni, illetve hogy mihez vannak képességei, készségei, és ennek fényében képes a saját karrierjét megtervezni. Hogyha ezt megteszi, akkor rengeteg buktatót átugrik, és rengeteg csalódástól megóvja magát. Egy állás megszerzéséhez azt hiszem nagyon kevés az, hogy valaki sokat tud, jó volt a diplomája, ennél azért több minden kell egy kis fifika, jól el kell adni magunkat. Erre is felkészít ez a CD? Úgy van, ez nagyon fontos, és erre most már megvan
vannak a technikák, egyre több fórumon hozzáférhető, és ez tulajdonképpen még egy plusz ilyen fórum. Felkészít a CD, önéletrajzírási technikákat találhatunk rajta, interjú technikákat, a tárgyalás technikáról cikkeket, de ezen felül például Bölcsész esélyek a munkaerőpiacon címmel, vagy Nők a munkaerőpiacon címmel találhatunk rajta írásokat. Állás lehetőségek is vannak rajta, ez mennyire napra kész? Az állás lehetőségek a CD megjelenésének időpontjára vonatkoznak, ez május 4-e, tehát addigra lett, bocsánat, március 4-e, akkor lett kész a CD, és elsősorban tanári állásokat tartalmaz a CD ebben az évben, de tehát minden évben az összegyetemi állásbőrzék kapcsán szeretnénk újra kiadni, és akkor céges állásokat is szeretnénk behozni az állásajánlatok közé. Tehát mindig frissülni fog. Én köszönöm szépen, és sok sikert kívánok hozzá. A komor tél után újra szépül a város. A természet ébredése mellett a Tiszta Virágos Pécsért konzorcium is sokat tesz annak érdekében, hogy napról napra vidámabb köntöst öltsön a megyeszékhely. A belvároson kívül az Uránvárosban, Kertvárosban és Meszesen is megindultak a munkálatok. A fák meccése lassan a végéhez közeledik. A tél során sok növény elfagyott, így ezek rendbetétele a legfontosabb. Lassan abba hagyjuk a meccést és át fogunk hangolódni. Elkezdődnek a kaszálások körülbelül 2-3 héten belül, mert az időjárás olyan, hogy a fű ezt megköveteli, illetve elkezdődik a virág kiültetés, aminek az előkészítő munkáját a jövő héten kezdjük, illetve a magát a kiültetést az május hónapban. Mennyire viseli meg a várost a hosszú tél? Ilyenkor tavasszal nyilván önök az elsők, akik szembesülnek azzal, hogy milyen nyomokat hagyott. Hát talán elsők akkor vagyunk, amikor beütünk az autónkba és találkozunk sok-sok kátyúval és felfagyással. Másodszor, amikor odaérünk a növényeinkhez és látjuk az elfagyásokat. Nagyon sok növény elfagyott a télen, amiket majd pótolni kell, illetve meccésekkel helyre kell hozni. Évről évre egyre több virág díszíti a város utcáit. Most a tulipán virágzik, de az idén csak nem 50 fajta növény kerül majd a közterek földjébe. Jó hír, hogy a belvároson túl a peremkerületeken is egyre nagyobb szerepet kap a parkosítás. A Pont ma vendége a Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Részvénytársaság parkgondozási csoportvezetője, Novák Gyöngyi. Sok szeretettel köszöntöm. Én is köszöntöm. Hallottuk, hogy a hideg nem tett jót a növényeknek, de ennek ellenére gyönyörűen virulnak ezek a tulipánok. Ezek különlegesek is, hogy ilyen korán nyílnak, ugye? Igen, természetesen nagyon sokféle fajta tulipán került októberben kiültetésre a pécsi közterekre. Emellett még az árvácskapalánták beszerzéséről is gondoskodtunk. A galambok megtizedelik sajnos az árvácskapalántákat, ezt leginkább az irgalmas templom előtti tereken figyelhetjük meg, de ettől függetlenül nagyon örülünk annak, hogy lehetőségünk nyílt ebben az évben sokkal igényesebb virágosításra és egyéb zöld területi feladatok végrehajtására. Tehát ezek a virágok, amelyek most nyílnak, még októberben kerültek kiültetésre, nyilván, hogy még várni kell az idei nyári virágok kiültetésével, majd hogyha igazán jó idő lesz, mik kerülnek az ágyásokba. Körülbelül 30-40 fajta egynyári kerül, ami a mi klímánknak legmegfelelőbb. Ezek az egynyári virágok különféle örökzöldekkel, talajtakarókkal társítva egy sokkal igényesebb virágkiültetéssel szeretnénk a pécsi közterületek minőségét javítani, és egy olyan virágosítási elképzelésünk is van, hogy mivel világörökségi környezethez méltó területeket kell biztosítanunk, ezért olyan virágos kapuk létesítésével szeretnénk a városba látogatókat meglepni, ami lényegesen javítja a hangulatot és nagyon színvonalassá teszi a területeket. Tavaly is már nagyon szép volt a Széchenyi térre, rengeteg muskátlival és leánderrel. Sikerült átteleltetni ezeket a növényeket? Igen, természetesen megvannak, jól érzik magukat és várják, hogy április végén májusban a területekre kikerülhessenek.
Hallottunk egy olyan ígéretet is, hogy elképzelhető, hogy nem csak a belvárosban, hanem azért a kijebbi részekre is, a peremkerületekbe is akár kerülhetnek virágok. Erre milyen tervek vannak? Igen, virágos kapuk létrehozásával. Ezek kint lesznek akkor? Igen, igen, kint lesznek, tehát a városba betérő látogatókat fogja fogadni, tehát mint ahogy a vendégeinket az előszobában illik méltó módon fogadni, ugyanígy szeretnénk mi is a városba látogatókat, a különféle égtájról érkező látogatókat fogadni a virágos kapuk kialakításával. Tehát színes, egynyári virágágyakkal csodálatos szép területek lesznek. Körülbelül mekkora költségvetésből gazdálkodhatnak virágfronton? Mennyire körülbelül 20 millió forintot szánunk ezekre a feladatokra ebben az évben, ami egy óriási előrelépés, és nagyon örülök annak, hogy különféle szakmai szempontok alapján el tudtunk indítani nagyon jelentős zöld területi programokat. Vannak olyan városrészek, ahol külön akciót hirdetnek a lakosság számára, és igyekeznek őket is bevonni ebbe a programba, hogy ne csak a közterületek, hanem a kertek és az ablakok is virágosak legyenek. Így van, nagyon sok lakóközösség, civil szervezet is jelezte részvételét ezekbe a programokba. Nagyon örülünk annak, hogy lakossági homokcsere akció is elindult, a lakosság munkájának bevonásával még szélesebb lesz ez a program, és ugyanígy a virágos kis előkertek gondozásával is szeretnének a lakók hozzájárulni ahhoz, hogy igényesebb környezetet alakítsunk ki. Ahogy az innentől szállításban láttuk, emellett a tavaszi munkák is zajlanak, a metszések, a zöld felületek rendbe rakása, ez meddig fog tartani? Tulajdonképpen március vége a határideje ezeknek a munkáknak, most már lassan befejeződik a fák cserjék nyugalmi szakasza, tehát ezekben az időszakokban kellett végrehajtanunk a faifító visszametsző munkákat, és úgy tervezem, hogy körülbelül április közepétől a 20-ától megindítjuk a városi parkterületek kaszálási munkáit. Hány kaszálás lesz idén? Ez mindig visszatérő probléma, hogy lesz-e rendesen nyírt fű? Okvetlenül szeretnénk nagyon igényes területeket és szép parkokat kialakítani, 6 kaszálásra számíthatunk az idén. Erre milyen költségvetés van? Ez más, mint a virágosításra? Igen, természetesen erre 60 millió forintunk van. Tehát az egész zöld területi programra ebben az évben lényegesen nagyobb költségvetési forrással rendelkezünk, ami nagyon nagy örömmel tölt el, mindegy 200 millió lesz ebben az évben, amit a zöld területekre fordíthatunk. Ebben a játszótéri programok, a városi rendezvények háttér előkészítése, parlagfőprogram és minden egyéb zöld területi program benne van. Reméljük, hogy látványos lesz, és mindannyian érezni fogjuk a változásokat. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és jó munkát kívánok. Én is köszönöm. Pont ma ennyi volt. Ne feledjék, további részleteket az interneten is találhatnak. A www.mecsekportál.hu címen tallózzanak a Pécs TV oldalain. Ott is és a képernyőn is a hírekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. A hírek hátterével, a Pont ma friss kiadásával pedig holnap este ugyanebben az időben jelentkezünk. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!